Kedves dáma asszony, mélyen tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen ezúttal is a meghívást és a lehetőséget. Bár saját gondolatokkal is készültem, de néhány megjegyzés, kép, kommentár, előadás. Egy-egy gondolata megragad bennem, valamelyik mélyre is szaladt. Ezért, ha megengedik, élek az a lehetőség, hogy reagálhatok arra is, amit korábban hallhattunk, láthattunk. Először is, mint régi kuruc. Csak hogy pontosan értsük egymást, nem árt, ha tisztázunk egy félreértést. A magyarok a történelem során mindig is szívesen kötöttek megállapodást mindenkivel. Az a föltételezés, hogy valami fajta kultúrantropológiai, ne adj Isten genetikai jogból képtelenek lennénk arra, hogy másokkal megállapodjunk, nem állja meg a helyét. Azonban megállapodást kötni, hosszabb távon megállapodásokra épülő kultúrára berendezkedni, az egy olyan előföltételt is előír a számunkra, amely arról szól, hogy bizonyos dolgok, amelyek az életben a legfontosabbak a számunkra, azok nem kérdőjelezhetőek meg. És ha azokban a dolgokban egyetértés van, azokat a pilléreket senki sem akarja elmozdítani, akkor jöhet az egyezkedés. De azoknak a pilléreknek az ügyében nincsen egyezkedés. Ezt mondták a kurucok. Ez egy helyes, elvi, jövőbe mutató álláspont, kedves barátaim. Ezért szabadság, nemzeti függetlenség és emberi méltóság ügyben csak a kuruc álláspont fogadható el. Természetesen az üzletemberek részéről mi gyakran halljuk azt a véleményt, aminek itt egy sarkos megfogalmazását követhettük. De én mindig különbséget teszek az üzleti szemléletű gondolkodás és a nemzet érdeke szerinti gondolkodás között. Amit elmondtam az előbb, az egy nemzet hosszú távú fönnmaradását szolgáló gondolkodásmód. Azt ugyanakkor megértjük, csak nem keverjük össze az előzővel, hogy üzletelni meg mindig kell az üzletembereknek. Ha diktatúra van, ha van emberi méltóság, ha van nemzeti függetlenség, ha nincs. De ezt a mindig üzletelni kell kultúráját összekeverni, és elvi álláspontként helyettesíteni, vagy kiszorítani ezzel a kuruckodás, az értékek mellett való kijárás, az eltökéltség gondolkodását és mentalitását, az nem volna helyes. De mindennek megvan az értelme, a kuruckodásnak is, mint Stumpf István mondta, mindig a labancokkal szembe, meg az üzletelés kultúrájának is, csak az egyiket nem szabad számon kérni a másikról. Sem egyik, sem másik irányba. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Társadalmi versenyképesség. Mielőtt erről a kérdésről beszélünk, nem kerülhetjük meg, hogy néhány szót szóljunk, nem elnagyolt, nem eltúlzott, de bizonyos mértékű történelmi összefüggésben is. Mármint a magyar társadalomról. Ugyanis nem elméleti vitát folytatunk a versenyképességről, hanem a magyarok versenyképességéről beszélünk. Röviden összefoglalva, talán nem érzik majd túlzásnak, ha azt mondom, hogy a magyar emberek lassan 25-30 éve egyfolytában a tartalékaikat érik fel, lelki, szellemi és anyagi tartalékaikat emésztik fel. Emlékezzenek rá, hogy a 80-as évek elején, amikor a központi gazdaság irányítás csődöt mondott, és nem ideológiai vagy erkölcsi okokból, hanem gazdasági kényszer okán az állam úgy gondolta, hogy jobb, ha kicsit több szabadságot enged az embereknek, és ő maga hátrább lép egyet, GMK-kor a háztáig, ha visszatudnak még erre emlékezni. Nos, a 80-as éveknek az elején a hatalom azt mondta a magyaroknak, nem tudjuk már biztosítani azt, amit vállaltunk, a szocialista állam nem tudja fönntartani mindazt az ígéret halmazt, amit korábban megfogalmazott, neked is cselekedned kell, a szokásos keresetből való megélésed mellett nyitnod kell még egy másik irányba is. Valamit még a 8 órás munka mellett tenned kell. Ezt neveztük akkor maszekolásnak, ha önök még emlékeznek erre. A 90-es évek elején aztán azt vették észre az emberek, hogy már az sem elég, ha van egy hivatalos munkahelyük, meg van egy a 80-as évek második feléből itt maradt maszekolásuk, mert a megélhetés egyre nehezebbé vált, és még valamit azért tenni kellett, hogy az ember fönntarthassa maga és családja életszínvonalát. Be kellett zsúfolni még valamit a munkanapba. Egyre többen lettünk Magyarországon, akik nem 10 órát, hanem 12-t meg 14 órákat kezdtünk dolgozni. Ha önök megnézik a nemzetközi összehasonlító adatokat, akkor láthatják, hogy Európában ma a legtöbbet egy héten a magyarok dolgoznak.
53 órát, ez nagyjából ott van, ahol a cseheké, és egy kicsit meghaladja még az amerikaiakét is, akiket pedig a hivatalos statisztikák egyébként a világ legtöbbet dolgozó országaként tartanak számon. Nos, magyarán a 90-es évek elején már oda jutott Magyarország, hogy az önkizsákmányolás egyre gyorsuló spiráljában élte az életét, ennek minden társadalmi, lelki következményével együtt. Most egy újabb szakaszba léptünk, tisztelt hölgyeim és uraim, miközben az a napi 12-14 van, aki 16 órát is ledolgozza, akkor jön a kormány és azt mondja, hogy ez is kevés. Nincs más választás, többet dolgozni nem lehet, mert 24 órában már nem fér bele. Egyetlen dolgot lehet tenni, hiteleket lehet felvenni. Ezt csinálja ma a magyar társadalom, ebbe az irányba menekül, amíg teheti. Amíg, mint Arany János mondta, cserebogárként a falnak nem koppan. Ez mikor következik be, ezt nem tudjuk. De mindannyian látjuk, hogy ennek az útnak nincs perspektívája. Valahol, minden család számára máshol, de ennek az útnak egy bizonyos pontján falakba fogunk ütközni. Nos, ez az a hangulat, ez a magyar társadalomnak a helyzete. A kivéreztetett állapota, amikor jön a kormány, és azt mondja, itt az ideje, hogy versenyképessé váljon a magyar társadalom. Kedves barátaim, ha mindezt a rendszerváltás összefüggésébe helyezzük, akkor nyugodtan kimondhatjuk, hogy nem mindenkire igaz, de sok millió magyar emberre kétségkívül igen, hogy a rendszerváltoztatás az nem szabadságot hozott, hanem kiszolgáltatottságot zúdított rájuk. Nem szabadok lettek, hanem kiszolgáltatottak. Védelem nélkül maradtak. Ott álltak a szocializmus romjainak kősivatagában, a szocialista nagyipar hirtelen múzeummá minősülő szerelőcsarnokaiban, a széthulló TSZ-ek omladozó majorjainak, melléküzemák telepeinek udvarán, a csődöt mondott állam áporodott levegőjű hivatalaiban, a bizonytalan sorsúvá lett kórházak és rendelőintézetek orvosi szobáiban. Ott álltak védtelenül a fél évszázados okkupáció lelki és mentális rombolásától megverten, a felperzselt föld közepén, amelyen hamarosan megjelentek a 20. század második felének szociális piacgazdasága előtti korból származó brutális kapitalizmus monstruózus alakzatai. Tisztességes szabad piac és versenyképesség szólt az orákulum a rendszerváltás előestéjén. A tisztességes piachoz először is tisztesség kell. A szabad piachoz először is szabadság kell. A versenyképességhez először is verseny kell. A tisztességes szabad piachoz és versenyképességhez tisztesség, szabadság és verseny kell. Miközben életünkben se tisztesség, se szabadság, se a verseny. Így válaszolnak ma a magyarok. Tisztelt hölgyeim és uraim, ezért ma is magyarok milliójának kiszolgáltatva munkavállalóként, kamarai szakszervezeti és munkahelyi védelem nélkül. Kiszolgáltatva fogyasztóként, fogyasztóvédelmi oltalom nélkül. Kiszolgáltatva a homo sapiensként, a természeti környezetet védeni képes szervezett erő nélkül. A demokráciába vetett egyre vékonyodó hittel és reménnyel, a demokrácia miben léte felől egyre erősödő kételyekkel. És ekkor mondja a kormány, itt az ideje, hogy versenyképesek legyünk. Tisztelt hölgyeim és uraim! Versenyképesség. Úgy érzem fontos, hogy pontosan fogalmazzunk. Ez egy divatos kifejezés. Mikor először hallottam, még fiatalabb voltam, akkor a Fradi leves jutott az eszembe, mindent bele. Mindent el lehet mondani ennek a szónak az ürügyén. Csaba László közgazdász mondta itt talán az előző bejátszásban, hogy az emberek megijednek ma már, ha a versenyképesség szót hallják. Szerintem ez igaz, de nem föltétlenül csak azért, amit ő okként megnevezett. Hanem azért is, mert az ember, mikor hallja ezt a szót, érzi, hogy neki ez semmi köze. De nem csak arról van szó, hogy rosszat jelent, hanem valami olyan szót hall, amit egyébként a természet nem rakott a válunkra. Ugyanis olyan, hogy versenyképesség a teremtés rendje szerint nincsen. Tisztelt hölgyeim és uraim, valójában nem létezik, és ezért nem is lehetünk elég hálásak a természetnek. Ugyanis a társadalomnak sohasem célja az, hogy versenyképes legyen. Az emberi lénynek sohasem célja az, hogy versenyképes legyen. Egy társadalomnak és egy embernek az a célja, hogy boldog legyen. Mindig
minden időben, minden történelmi körülmények között. Ez a cél van legfelül. Messze az úgynevezett versenyképesség fölött. Minden más, csak a boldogság alatt, az azt megcélzó emberi törekvések, érzések, együttélési formák alatt helyezkedhet el. Kétségkívül igaz, azért mondtam, hogy fontos a pontos fogalmazás, hogy egy cél elérésének, a boldog emberi együttélés, a boldog egyéni családi élet elérésének modern világban egyik, de korántsem egyetlen eszköze a versenyképesség. Egy közösség versenyképessége, most beszéljünk egy ország versenyképességéről, sok tényezőből áll össze, ebből az egyik a versenyképesség. Van egy másik, ami szerintem legalább ilyen fontos, és úgy nevezhetjük, hogy társadalmi kohézió. Arról, hogy mi a versenyképesség, mikor készültem ide, föllapoztam néhány lexikont, megnéztem, hogy mi jelent meg ebben a tárgyban manapság, és azt találtam, hogy csak az elmúlt fél évben 4 könyv jelent meg a versenyképességről, és akkor nem soroltam ide Csikán Attilának és Czakó Erzsébetnek a 60, több mint 60 tanulmányból álló erről a kérdésről készült elemzését. Nos, a versenyképesség miután az emberi társadalom boldogulásának a modern időben egyik föltétele, ezért próbáljuk pontosan meghatározni, miről is beszélünk. Talán miközben mindenki úgy definiálja a saját gondolatának pilléreit adó szavakat, ahogy azt a legjobban és leghelyénvalóbbnak érzi, én annyit mondhatok, hogy fölfogásomban az ország versenyképessége azt jelenti, hogy egy ország, ez esetben a mi országunk, más országoknál gyorsabban tud előrehaladni az emberi életkörülmények javítása terén. Vagyis csak ebben az esetben tekinthetjük úgy a versenyképességet, mint a társadalom boldogságának elősegítését szolgáló eszközt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai napon arról beszéltek előadóink, hogy egy ország versenyképességéhez, vagyis hogy hogyan tud Magyarország más országoknál gyorsabban előrehaladni az emberi életkörülmények terén, mivel járulhat hozzá a gazdaság. Több ilyen hozzászólást is hallottunk. Ha össze akarom foglalni ezeket a gondolatokat, akkor azt tudom mondani, hogy először is azzal tud hozzásegíteni, talán az első beszédben hangzott ez el, ha nem próbálja maga alá gyűrni a társadalmat. A gazdaság azzal járulhat hozzá elsősorban az ország versenyképességéhez, hogy nem próbálja mindenáron maga alá gyűrni a társadalmat, ha nem próbálja a piaci haszonelvű szemléletet ráerőltetni a társadalom olyan területeire, ahol azoknak nincsen helye. Tehát egy ország versenyképességéhez a gazdaság leginkább akkor járulhat hozzá, ha nem tart igényt arra, hogy a maga haszonelvű szerveződési elvét, mint a társadalom legfontosabb szervező elvét fogadja el egy közösség. Ez magyarul azt jelenti, hogy le kell számolnunk azzal a dogmával, hogy mindent a piacra kell bízni. És az élet megszervezésében minél inkább hasonlít valami a piacra, az annál jobb lesz. Röviden ezt szerettem volna mondani. Ez nyilvánvalóan szétveri a kohéziót és a szolidaritást. Most nincs módom, hogy bebizonyítsam, de fölfogásom szerint ráadásul ez még középtávon már magának a gazdaságnak is árt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy idézetet szeretnék ennek a gondolatnak az alátámasztására megosztani önökkel. Számoljunk le a tabukkal és mondjuk ki, hogy a piaci dogma nem tudja helyettesíteni a közös társadalmi felelősségvállalást, nem képes igazságos és mindannyiunknak emberhez méltó életfeltételeket biztosító társadalom megteremtésére. Egyszerűen nem erre találták ki. A piaci dogma materiális érdekekben és materiális haszonban gondolkodik, mindent ezeknek rendel alá, nem vesz tudomást az emberi természet, piaci értelemben irracionális lényegéről. A piacon egyáltalán nem értelmezhető az áldozatvállalás, holott a társadalom működésének egyik, hanem a legfontosabb energiája. Egyetlen gyermek sem nőne föl a szülő, elsősorban az anya áldozatvállalása nélkül. Az áldozatvállalás nem helyettesíthető a befektetéssel. A legmerészebb befektetésnek is matematikailag leírható észszerű határai vannak. De miféle matematikai határai vannak egy édesanya gondoskodásának, vagy akár annak, amikor egy orvos messze túl a munkaidején, akár 24 órás szolgálat után is ellátja még a súlyos sérültet. Vagyis
A gazdaság akkor tud legjobban hozzájárulni az ország versenyképességének, ha ezt a tételt elfogadja, és nem akarja maga alá gyűrni, saját maga szervező elvét ráerőltetni a társadalom gazdaságtól különböző részeire. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az ország gazdasági versenyképességét jelentősen gyöngíti az a tény, hogy Magyarországon a piacgazdaságból egy dolog hiányzik, méghozzá annak lényege és lelke, ez pedig a verseny. Erről is hallhattunk utalásokat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha önök vetnek egy pillantást egy átlagos magyar vállalkozó mindennapi életére, és nem az ő szakzsargonában próbálják megérteni, hogy mi a problémája, hanem kellő távolságtartással szemlélik az eseményeket, akkor azt fogják látni, hogy a magyar vállalkozók vállalkozóként nem annyira egymással versenyeznek, mint inkább az állammal. Ki és hogyan tud kiszabadulni az állami adóprés alól? Ki és hogyan tudja elkerülni az állami adósarcot? Vagy fordítva, miként tudnak a vállalkozások állami megrendeléshez, pályázati támogatáshoz jutni? Az ezeken a területeken folyó verseny egy-egy vállalkozás sikere szempontjából ma gyakran fontosabb, mint hogy milyen a vállalkozás technológiai fölkészültsége, vagy éppen a menedzsment tudása. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A másik dolog tehát, amit tehet a gazdaság egy ország versenyképességért, az a növekedés. Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban néhány szót szóljak a jelenlegi magyar gazdasági helyzetről. Nyilvánvaló, a gazdaság egy közösség versenyképességéhez a gazdasági növekedés teljesítményén keresztül tud hozzájárulni. Van itt azonban egy kérdés. Nagy feróra hajaz kicsit. Csak nekem finomabban kell fogalmaznom. Ki mire áll készen és mikor? Azt el kell dönteni, amikor szembe találja az ember magát egy bajjal, akkor mi a célja? Az-e a célja, hogy elszenvedje azt a bajt, vagy az a célja, hogy orvosolja azt a bajt? Ha a magyar gazdaságpolitika filozófiailag elhibázott lényegét akarjuk megérteni, akkor ezt a kérdést érdemes föltennünk. Abban nincs vita közöttünk, hogy Magyarországon ma baj van. Van egy gazdasági és van egy politikai válság. A politikai válságról az előző három alkalommal már sokat beszéltünk. A lényeget ismerjük, demokráciában mindig politikai válságot okoz az, ha választókat lépre csalják, ki ügyeskedik a szavazatukat, elorozzák a bizalmukat, majd a megszerzett hatalmat egészen más célokra használják, mint amire korábban ígéretet, vállalást tettek. Ez a politikai válság lényege Magyarországon. Azonban van egy gazdasági válság is Magyarországon, hiszen mindegy, hogy a kormány, mondandóm szempontjából most mindegy, hogy a kormány így vagy úgy került parlamenti többségi helyzetbe, ha már egyszer a végrehajtó hatalom helyzetében van, akkor cselekednie kell. Mert a végrehajtó hatalomnak az a dolga, hogy orvosolja a válságot. Ezért érdemes föltennünk a mindenkori kormánnyal szemben, hogy jó módszerekkel orvosolja-e a válságot. Erre mondom én azt, hogy itt szembesül, mint ahogy a magánemberek is mindig, minden kormány azzal, hogy a bajt csak túl akarja élni, elfogadja, tudomásul veszi, vagy pedig orvosolni is akarja. A mai végrehajtó hatalom, tisztelt Hölgyeim és Uraim, rossz megoldást kínál a gazdasági válság kezelésére. A kormánykoalíciós pártok egy olyan gazdasági filozófiát, a nyugaton föllehető gazdasági filozófiák közül épp egy olyan irányzatot tüntetett ki a figyelmével, és alkotott abból kormányzati politikát, amely éppen azért bukott meg számos alkalommal számos nyugati országban, mert mindig a megszorításokat állította a politikája középpontjában. A megszorítás nem más, mint annak a ténynek az elismerése, hogy baj van, és a bajjal együtt kell élni. Az egyetlen célunk, ami lehet, hogy túléljük a bajt. A bajban nem lehetőséget, nem az orvosság, egy új orvosság kikísérletezésének a lehetőségét látjuk. Nem azt a választ adja a megszorítás politikája, hogy milyen gazdaságot kell építenünk ahhoz, hogy még egyszer ne kerülhessen sor a megszorításokat kiváltó helyzet. Nem csak egyetlen gondolat vezeti. Ezt a mostani bajt,
ezt hogyan éljük túl megszorításokkal. Ez a gondolkodásmód elfogadja a bajt, és alkalmazkodik hozzá. A másik gondolkodásmód, amiről mindjárt beszélnék, pedig orvosságot akar találni, és meg akarja előzni, hogy a baj még egyszer előállhasson. Tisztelt hölgyeim és uraim! A bennünket leginkább gúzsba kötő dogma ma úgy hangzik, hogy a bajt, kormányzati elismerést élvező dogma, hogy a bajt nem lehet legyőzni, a bajt csak elszenvedni lehet. Meggyőződésem, hogy a jobb oldal politikai gondolkodóinak ezt a dogmát kell ledönteniük. És ki kell mondaniuk, hogy ebben a nehéz helyzetben a kitűzhető cél nem az, hogy a bajt elszenvedjük, hanem az, hogy legyőzzük, vagyis megakadályozzuk, hogy még egyszer bekövetkezzen. Ezért, tisztelt hölgyeim és uraim, nekünk egy új megközelítést kell alkalmaznunk. Ez pedig azt jelenti, hogy az ország ne megszorításokkal kerüljön ki a pénzügyi válságból, vagyis ne kikoplalni próbálja a válságot, hanem nője ki, úgy, ahogy a gyermek is kinövi a gyermekbetegségeket. Vagyis a megoldás nem az, tisztelt hölgyeim és uraim, a mai helyzetben, hogy az emberektől elvesszük a hiányzó pénzt, mármint az államkasszából hiányzó pénzt elvesszük az emberektől. A megoldás az az, hogy a hiányzó pénzt közösen megtermeljük. Ezt nevezik gazdasági növekedésnek. Ezért a magyar jobboldalnak amellett kell érvelnie, hogy a mai megszorító központú gazdaságpolitika helyett modern, innovatív és növekedés központú szemléletre váltson Magyarország. Tisztelt hölgyeim és uraim! Természetesen, miután mégiscsak egy kormányzati múlttal rendelkező és kormányzásra is készülő párt vagyunk, mindig fölteszik a kérdést, hogy persze is mit kellene másképpen csinálni, mert hogy elvileg másképp kéne megközelíteni a helyzetet, azt értjük. Szétfeszíti a mai konferencia témáját a kérdésre adandó válasz, de azért jelezzük egyértelműen, hogy van világos, gyakorlatias válasz erre a kérdésre. Három lépésből álló választ adnánk mi akár holnap reggel a mai pénzügyi egyensúlytalanság problémája. Először is a kormányzati kiadásokat be kell fagyasztani. Második pontban szinten kell tartani a közszolgáltatásokra fordított költségek reálértékét, és harmadszor pedig be kell indítani a gazdasági növekedést. Ez magyarul a következőket jelenti. Először is a kormányzati kiadásokat be kell fagyasztani, vagyis a fölösleges és pazarló kiadásokat meg kell szüntetni. A vérlázító kormányzati negyedre például semmi szükség nincsen. Másodszor szinten kell tartani a közszolgáltatásokra fordított költségek reálértékét. Ma nem ez történik. Ma ezeknek nem csak a reál értékét, időnként a nominális értékét is csökkentik. Például csak az egészségügyből a kormányzat 250 milliárd forintot von ki három esztendő alatt, ahogyan ezt a konvergencia programba egyébként be is vallja. Szerintünk erre semmi szükség nincsen. Ha a kormányzat felesleges kiadásait megszüntetjük, a kormányzati kiadásokat szinten tartjuk, a gazdasági növekedést pedig beindítjuk, akkor a reál értéken megtarthatók lennének a közkiadásaink, a közszolgáltatásokra fordított kiadásaink. És végezetül, tisztelt hölgyeim és uraim, természetesen csökkenteni kell az adókat. Vita van arról a magyar közgazdászok társadalmában, hogy lehet-e Magyarországon ma az adókat csökkenteni. A többség persze azon az állásponton van, hogy szinten tartani biztosan lehet, tehát további emelés elfogadhatatlan, de sokan vannak, vagyunk, akik azt mondják, hogy csökkentés is lehetséges. Van, aki a radikális sem tartja elképzelhetetlenek, én közéjük tartozom, van, aki pedig inkább a mérsékelt adócsökkentést tartja reálisnak, de az irányon ez nem változtat, az irány, hogy az adókat nem lehet emelni, és ha lehet, csökkenteni kell őket. Azon az állásponton vagyunk, hogy az adók csökkentése az növeli az adóbevételt, mert csökkenti a fekete gazdaság arányát, és növeli a nemzeti össztermékét. És tisztelt hölgyeim és uraim, a gazdasági növekedés előtt magasló összes akadályt le kell bontanunk, hogyha versenyképesek akarunk lenni. Ez azt jelenti, hogy minden felesleges szabályzót ki kell iktatni, a spáhi elven működő adórendszert meg kell változtatni, és a korrupciót kíméletlenül, radikálisan, gyilkos erővel vissza kell szorítani, mert egyébként az ország megfordíthatatlan, lezüllött állapotba kerül. Ezt a korrupció miatti lezüllést mindannyian érezzük. Ma már mindenhol érezzük, nem csak a gazdaságban, hanem azon kívül is. Ügyeink elintézéséhez egyre inkább szükséges,
vagy azt gondoljuk, hogy szükséges a korrupció ilyen vagy olyan változata. És tisztelt hölgyeim és uraim, igaz, hogy a korrupció, mert hogy a hal a fejétől bűzlik, fölülről indul ki, de eléri a farkát. Ez azt jelenti, hogy mindannyian áldozatai leszünk. Mindannyian áldozatai leszünk annak az üllésnek, amelytől ma szenved Magyarország, mint hogy belesodródtunk és áldozatai lettünk a szocialista együttélés sajátos szabályainak, dacára annak, hogy nem mi alkottuk meg azokat a szabályokat. Tisztelt hölgyeim és uraim, tehát fölösleges szabályzók visszaszorítása, megszüntetése, spáhi elven működő adórendszer átalakítása és a korrupció minden korábbinál elszántabb visszaszorítása. Tisztelt hölgyeim és uraim! Magyarán azt szerettem volna mondani, hogy a gazdasági versenyképességhez nem a megszorítások gazdaságpolitikáján keresztül vezet az út. Azt szerettem volna mondani, hogy a társadalmi versenyképességhez pedig nem kizárólag a gazdasági versenyképességen keresztül vezet az út. És végül azt szerettem volna elmondani, hogy semmi szükség arra, hogy a versenyképesség pokrócával takarózva ma a kormány a megszorítások politikáját versenyképesség javító politikaként adja el, és mi pedig ezt elhiggyük. Azt szerettem volna elmondani önöknek, semmi szükség az emberek életét megkeserítő nyomorúságot és hosszabb távon szinte leküzdhetetlen gazdasági hátrányokat előidéző újabb és újabb kormányzati megszorításokra, amelyeket a kormány reformként meghirdetett, részben már be is vezetett, és amely az élet minden területén már teljes kudarcot is vallott. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Végezetül szeretném az önök figyelmét fölhívni arra, hogy egy történelmi lehetőség küszöbén is állunk. Nem egyszerűen csak a versenyképességről szólhatunk ma, 2007. májusában, hanem a polgári nemzeti keresztény értékek iránt elkötelezett, az új többséghez utat kereső emberek számára, ennél többről, ennél nagyszerűbbről is beszélhetünk, egy történelmi lehetőség küszöbén állunk. Ez a konferencia, amelynek, ha jól értem, ez volt utolsó eseménye, ez a konferencia sorozat, amelynek ez volt utolsó eseménye, és amelynek majd utóbb ki fog derülni, azt hiszem felbecsülhetetlen volt az értéke és jelentősége, számot kell vetni azzal a ténnyel, hogy egy sajátos időpontban történt. Mármint ez a konferencia sorozat. 2007 tavaszán. Szétfeszíteni mondandóm kereteit, de szeretnék visszautalni a 2002-ig terjedő időszakra. Ami nem jelenti azt, hogy 2002-ig a politika valami elegáns dolog lett volna Magyarországon, bár voltunk néhányan, akik időnként fontosnak tartották ezt is. Aztán vagy sikerült teljesíteni ezt a maguk elé kitűzött célt, vagy nem. De 2002-ig a politika mégiscsak egy alapvetően értelmes tevékenység volt. Mondhatnám, értelmi tevékenység volt, hogy a rossz ízű értelmiségi szót most ne használjam. Megtanultam Lánci Andrástól, hogy ő nem értelmiségi, hanem filozófus. Mi sem értelmiségek vagyunk, hanem politikusok, csak azt gondoltuk, hogy a mi szakmánknak az értelemhez, a rációhoz, az okfejtéshez, az érvek ütköztetéséhez nem csak van valami köze, hanem arra épül. 2002-ben egy alapvető változás következett be. 2002-ig sem volt valami magas elismertsége a politikának, de azért az emberek mégis a politikáról, a teljesítményről, a kérdésekről, a pártokhoz kötődő kérdésekről mégiscsak elsősorban a teljesítmények alapján próbáltak ítéletet alkotni. Ami nem jelenti azt, hogy pontosan meg tudták ítélni a szereplők teljesítményét, de úgy gondolták, hogy amikor véleményt mondanak egyik vagy másik szereplőről, akkor a teljesítményéről mondanak véleményt, mert ez volt a szándékuk. 2002-ben ez megváltozott. A magyar politika eltorzult, hogy erőteljesebb kifejezéseket most ne használjak. Vakvágányra tévedt. 2002 óta az emberek tekintélyes része már nem is volt kíváncsi arra, hogy milyen teljesítmény kötődik egyik vagy másik irányzathoz, eszméhez, gondolathoz, személyhez vagy kormányhoz. Mások alapján gyűlölet, előítélet, szétpártosodás, elfogultság alapján alkotott ítéletet. Ez tönkretette az országot. Ezért vagyunk ma itt, ahol vagyunk. A mostani lehetőség, ami előttünk áll, és amely lehetőség ajtajának kinyitásában ez a konferencia szerintem történelmi szerepet játszott az, hogy visszavigyük végre, mert hogy bajban vagyunk ilyenkor lehet, visszavigyük végre a közgondolkodást, a politikai értelmet, a politikai diskurzust oda, hova való. Teljesítményekről, utakról, lehetőségekről, a jövőnkről beszéljünk. Úgy gondolom, hogy ez a történelmi lehetőség most 2007 májusában nyitva áll előttünk,
az ajtót ez a konferencia sorozat kinyitotta. Kis képzavarral azt mondanám, itt az ideje, hogy a Fidesz a kongresszusán be is lépjen ezen az ajtón. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.